2020-21-es szezonban nézők előtt kezdődtek el a bajnokságok és az iskolai tanítás, a koronavírus járvány azonban mindent megváltoztatott. Lábkapus meccsek következtek, mindennapossá váltak a tesztelések, és online oktatás várt a diákokra. Karanténok, otthoni edzésprogram és több elmaradt meccs nehezítette a játékosok és a szakemberek munkáját, de minden részleg igyekezett a lehetőségekhez mérten maximális erőbedobással küzdeni. A nehézségek ellenére a NEK a csapatai az utánpótlás bajnokságok élmezőnyében szerepeltek, éremesélyesek voltak, így különösen fájó volt, hogy idő előtt végeredmény nélkül zárultak le a pontvadászatok. A különböző rendezvényeket szigorú szabályok betartásával szerveztük meg, és más sportágak edzőtáboraihoz is megfelelő körülményeket biztosítottunk. A felnőtt mezőnyben szerencsére osztottak érmeket, a női NB1B-ben a NEK a fiatal játékosai bronzérmesként zártak. Fogalmazunk úgy, hogy pozitív volt ez az év. Nyilván a legnagyobb pozitívum az az volt, hogy meccseket tudtunk játszani. Szerencsésebbek voltunk, mint azok a csapatok, akik csak utánpótlás bajnokságban játszottak, és egy lényegesen magasabb színvonalon meg tudták méretni magukat a lányok. A Boglári Akadémia Szise színeiben növendékeink először szerepeltek az NB1-es mezőnyben. A szezon remekül indult, hiszen a Békés Csaba után a Fehérvárt is legyőzték a lányok. Hitet kell, hogy adjon a további munkához a gyerekeknek. Ez az, hogy nyerünk, az egy, azt én úgy gondoltam, hogy van azért esélyünk a mai meccsen, de az, hogy 10-zel, hát az azért túlzás. Ügyesek voltak, jól mentek, nem szeretném most tovább dicsérni őket, mert még azért kell edzést is tartani. A karanténok, a sérülések, a több hónapos szünet és a nézők nélkül lejátszott meccsek alaposan megnehezítették a mieink dolgát, tavasszal azonban újabb bravúros sikereknek örülhettünk. Például hogy egy ennyidős csapat nem roppant most már össze azokban a szitukban, amiben régebben összeroppantunk. Óriási dolog, amit ők most csinálnak, úgyhogy én le a kalappal a gyerekek előtt, mert érettségitől elkezdve ezt így megcsinálni, fantasztikus dolog. Büszkék lehetünk a lányokra, mert nagyon sok jó meccsünk volt. Köszönjük a szurkolást, köszönjük, hogy támogattak minket, elindulhattunk, játszhattunk egy NB1-es szezon, nagy tanulságokkal jár. Megvan a pozitív és megvan a negatív oldala is. Azért ezt hozzáteszem, ez függetlenül is volt. Ezt nyilatkoztam, hogy azért ez egy irreális bajnokság volt ez az idei. A csapat játékosainak többsége jövőre NB1-es klubokban bizonyíthat. A kiesés ellenére mindenki számára emlékezetes marad az első élvonalban töltött szezon. Kihívásokkal teli volt ez az év. Voltak fent és lenti hullámaink. De úgy gondolom, hogy nagyon sokat tudtunk tanulni, és egy felejthetetlen év volt, hogy úgymond nekünk ez volt az első évünk az NB1-be. Igazán meghatározónak tartom, és sose fogom elfelejteni. Remélem, hogy még sok hasonló évünk lesz. A férfi szakág is eredményesen szerepelt, a legnagyobb siker természetesen az NB1B nyugati csoportjának megnyerése és az élvonalbeli szereplés jogának kivívása volt, ami történelmi siker a NEK életében. Itt az akadémián az elmondható, hogy mindegyik korosztályunkban nagyon jó a munkamorál, nagyon, nagyon céltudatosan és elhivatottan edzenek a fiatalok. Tehát ilyen egy edzőnek ebben a környezetben szerintem öröm dolgozni. Elmondhatom, hogy 100-ból 95-ször olyan a közeg, olyan az edzés minőség, hogy abban lehet előre menni. A csapategység, ez szerintem egy nagyon fontos kritérium, hiszen nekem az a filozófiám, hogy a csapat az mindenek felett van, és azt nem írhatja át játékos, úgyhogy ezt mindenki érti, tudja, és szerintem ezt tudomásul is vették. Úgyhogy ebben a szellemben kell nekünk dolgoznunk, nincs más útunk szerintem. A NEK a növendékei számára is van üzenete ennek a sikernek. Nincs nagy korkülönbség azért a csapaton belül, és könnyű megtalálni a hangot, hiszen együtt vagyunk egész nap, együtt dolgozunk egész évben egy célért, szóval így nincsenek nagyobb konfliktusok vagy ilyesmi. Az idősebbekre azért hallgatnak, a picit fiatalabbak. Szerencsére idénre egy olyan csapatunk volt, aki tavaly már nagy részt egybe volt, szóval így könnyebb volt az építkezés. És így mindenképpen látszott az, hogy fejlődtünk. Egy bajnokság megnyerése az mindig nagyon nehéz. Bármi van, és van, hogy fejben nehéz, van, hogy fizikálisan nehéz, de bírni kell és tovább kell menni, úgyhogy azt üzenem nekik, hogy vegyék fel a munkáskesztyűt, és hajrá!